Feltűnő mintázatú, ezért könnyen felismerhető az ázsiai tigrisszúnyog, más néven napszúnyog. Az apró rovar olyan kórokozók hordozója lehet, mint a nyugatnílusi vírus, a sárgaláz, az agyvelőgyulladás, a zika vírus vagy a sikungunya láz. Utóbbi például Európában is felütötte a fejét a 2000-es években, éppen a szúnyogoknak köszönhetően. Szakemberek szerint a klímaváltozással a tigrisszúnyogok mellett más inváziós fajok is térhódításba kezdtek Európában. A folyamat ugyan hazánkban még lassan halad, de biológusok szerint csak idő kérdése, hogy a vérszívók mindenhol megjelenjenek. Az a helyzet, hogy olyan jó mobiltelefonok vannak, hogy akár egy szúnyogot is kényelmesen le lehet fotózni, és például az ázsiai tigrisszúnyog esetében, vagy más néven napszúnyog esetében ezek olyan jól elkülöníthető jegyeket mutatnak, hogy nagyon könnyű felismerni őket. Természetesen az elpusztult példányokat is várják. Több minta is került már be a megyénkből. Azt hiszem, hogy pozitív megerősítés ebben a szempontból még nem érkezett. Tiszabecsnél azt hiszem találtak bozót szúnyogot, ami megerősített, de ázsiai tigrisszúnyogot még nem, inkább az ország déli részére jellemző, és Budapest egy rendkívül erős centrumot, nagyon-nagyon sokat. Hozzánk legközelebb, ha jól tudom, Heves megyében találtak. Az inváziós szúnyogok azért is érzik jól magukat Európában, mert egyelőre nincs átfogó, a lakosság mozgósításával megoldott úgynevezett biológiai gyérítés. A módszer ugyan költséges, viszont környezetbarát. Szakemberek szerint a jelenleg alkalmazott olcsóbb kémiai gyérítés hatása az ökoszisztémára rendkívül káros. Sokkal hatékonyabb az, hogyha magunk portáján nézzünk szét, hiszen ezek nem a kiterjedt nagy vízfelületek lakói, és nem ott szaporodnak elsősorban, hanem pangóvizekben, akár egy nájlonzacskóban benragadt vízben, egy kerékabroncsban benragadt vízben, esővíztárolókban. Tehát ha ezeket csak egy szúnyoghálóval lefedjük, vagy ezeket a gumikat úgy helyezzük el, hogy minél kevesebb víz kerülhessen bele, már nagyon-nagyon sokat tehetünk értük. Az igazi megoldást a biológiai védekezés jelenteni, ez azonban nagyon alapos felméréseket igényel. Néha gyakorlatban egy kicsit nehéz is ezt kivitelezni, de a megoldás mindenképpen ez, és nem a kémiai írtások, hiszen azok igazából egy borotvát jelentenek a természet számára, és nem csak a szúnyogokat, hanem más ízeltlábúak tömegét írtják ki. Ez az ábra mutatja, hogy hol, milyen gyakorisággal észleltek valamilyen hazánkban ritka szúnyogfajt idén. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja továbbra is kéri a lakosság segítségét a szúnyogfajok elterjedésének felderítéséhez. Ennek részletei a szúnyogmonitor.hu oldalon tekinthetők meg.